zárva van, úgy látszik. Salus ineuntibus. Üdv a belépőknek. Igen, tess. Károly atya itt van? Igen. Mihály atya vagyok. Tessék már leküldeni Károly. Benedicite, Pater Reverende. Na? Elég jól jöttünk. Hogy? A magyar vámnál kellett egy kicsit várnunk. Egyébként erre semmi baj nem volt. Semmi nem volt. Megyünk erre föl. Erre föl. Bemutatjuk mindjárt. Volt háza. Meg a mostanit is. Meg a mostanit is. A templomban még azért járnak, akik itt vannak. Hát mi még vagyunk elégedve. Igen? Azt mondom, hogy nagyon is még vagyunk elégedve. Mert a plébániákhoz viszonyítva, hogy nekünk nincs plébániánk, de szépen jár. Hát vasárnap mondjuk körülbelül két magyar misén, körülbelül 250-300 személy megjelenik. Az pedig szép szám, amikor ide kerültem, akkor vasárnaponként, ha voltak 40-50-en, az jó volt. És hát a plébánia templomban most sincsenek többen. Ez a magyarság fogyóban van itt a teljesen. Nagyon jó. Hát itt nagyon is fogyóban van még, hát sok a vegyes házasság. És ott a vegyes házasságban ott bármelyik fél, ha mondjuk rá szerb családba kerül be, akkor szükségképpen. Vagy a hitét is, meg az anyanyelvét is. Alkalmazkodik ahhoz. Ültünk a kocsinak, jutott eszembe, hogy pontosan 50 esztendeje, hogy innen elkerültünk. 944-ben. 44-ben volt ez a dolog, ugye? Hát 45-ben. 44-ben történtek az események. A szeptemberi, októberi dolgok, amikor többieket hazaküldték, hárman itt maradtunk. Sipos nénék jöttek, ebédet főztek itten, és a fényképek eredetek van még? Van. A Kristófról is van még? Van. Hm. És elég rólam is? Még rólam. Nem fiatal ember volt, nem akkor nem ilyen őszhajja. Hát 50 éve volt, nem? Csak. Hát nem, hiszem, még nem is éltél akkor. Hát még nem. Nem. Na lát. Itt meg egy kis kápolnánk volt, itt zsolozsmáztunk. Ez a rész el volt választva, és egy ablak volt a padlózatban, hogy leláthassunk a kápolnára. Fönn nem tartottunk szentséget, és volt egy kis oltár, nagyon jó rájöttek Sipos nénék, azt mondja, kár, hogy nem bújtattak el oda mögé az oltár, még ne vigyenek el a partizánok. Mikor bejöttek, az első útjuk az volt, hogy megnézzék az oltár mögött, nincs-e valami. Hát egy kis lisztet tettek oda, aztán más nem is volt. De föl is jöttek a házba? Följöttek utána, mikor nem voltunk itthon, akkor körülnéztek. Még elvittek bennünket, tudod, és akkor utána körülnéztek is. Dicsétesi vérés. Hát kedves sors testvér. Hát nem is tudtam, hogy majd találkozunk. Istennek tudod, hány hála. Éve? Istennek hála. Pontosan 50 éve. Bizony. 50, 44. És most merre dolgozol?
Most itt vagyok. Csak nem itt. Vidéken. Újvidéken, itt vagyok, igen. Hát a Gabéban dolgozom? Belesegítek egy kicsit a hitélet. Hitéletbe a korrigálást. Ha már én korrigálás. Igen. A hitélet korrigálás. A hitélet korrigálás. Jó. És a család hogy van? Köszönöm szépen. Hála Istennek. Igen, van? Unokák? Van, van. Van három fiam. Igen. Három fiam és öt unokám. Amikor hazajöttünk, akkor mivel kezdted a munkát? Akkor elvittek engem. Még egyszer? Nem. Onnan hoztak haza Temerénybe. Karlócán voltam. Uh-huh. De nem kellett végig megvárnom az egész dolgot, mert tanító voltam. Aha, igen. És eljöttek, értünk. Hármunkat, négyünket, temerini tanítót hazavittek. Kikértek onnan a Karolcáról. 200-at leszakítottak tőlünk, ugye? Előző 200-at levettek Péterváradon. Hát Péterváradon egy szép éjszakánk volt. Igen. Gyönyörű. Kacamatákban. Holnap megnézzük, ha sikerül-e menni. És hát utána másnap pedig a Karolcáig jutottam. Akkor ott leválasztottak bennünket. Ott volt a kórház. Katona kórház, és mi a tüzelőmesterek voltunk. Ja, egyik tanító kollégámmal. Mi nekünk kellett, vagy 20 teremben a cserépkályhát fűteni. Ez volt a feladatunk. Hát akkor mi nem volt olyan nagyon hideg. Október. Igen, de hiszen tavaszig ott voltunk. Ja, tavaszig voltatok ott? Ott voltunk. Ja, akkor tovább tavaszig voltatok, mint Hogyne? Hát mi decemberben kijött, hazajöttünk. Igen, de minket nem engedtek. Ott tartottak bennünket a kórház miatt. De úgy. De tényleg, hát mi rálunk. Ha már ilyen hosszú utat tettünk meg. Nagyon örülök, hogy találkozhat. Hát sajnos a Kristófkánk már nem. Nincs Kristóf atyánk már nem. Hát majd a túlvilágon, ha Jóisten hazaszólít bennünket. Úgy látszik, hogy őt nagyon más szerette volt, az Úristen is. Hát meg a Krisztóm is, nem sokat szenvedtek. Hamar befejeződött. Nehéz út volt. Főképpen a... Főleg a nők voltak csúnyák. Ugye? Már itt azok a legvadabbak. Igen. De érdekes, hogy Karlóca után ott na érdekes, jött egy görög pap. Igen. Karlócán. Igen. És az hozott nekik pálinkát. És akkor levezette őket a lábukra. De az volt a baj. Utána még jobban neki vadulta, és akkor utána kezdődött Kristófnak akkor akadtak be Igen. Ugye, az utolsó ütéseket. De érdekes volt, amikor leültünk, tovább mentünk Karlóca után egy-két órával, leültünk egy kúthoz vagy a tanyához, akkor pontosan a nők jöttek és itatták a Kristófot, mert törülték a homlokát. Mert még benneteket elvittek, akkor bennünket kihallgattak elől. Igen. Popové napred. Igen. És közben aztán a németet, hátul már a kis német katona foglyot már ütötték. Akkor kihallgattak bennünket, minket is hátra vittek. És akkor került a Marica vasveszővel. És akkor mentünk tovább. Akkor már nem bírta sokáig Kristóf. És hogy békébe teltek utána aztán az esztendők? Utána igen. Nem volt már semmi utána baj. Utána igen, később már nem volt semmi különös probléma. Csak először intézték el a társaságot, hogy hát aztán ne merjenek szólni, hogy munkanni se. Igen, igen. Én nekem kiemelt szerepem volt, tanítóképző igazgatója lettem. Itt? Gimnázium igazgatója lettem. Hát igen. Aztán meg hát a tankönyv kiadóhoz kerültem, és ott szerkesztő. Megjelent néhány könyvem. És? Tankönyv? Igen, nagyszerű. Úgyhogy mondom, valahogy mellettem volt a Jóisten. Isten. Mellettem volt. Hála Isten. Hát, nem szűntem meg könyörögni hozzá. Persze. Soha.
1944-ben a ferencesek még nem ezen az ajtón jöttek be, ebbe az újvidéki ferences templomba, hiszen akkortájt ez még csak egy villa volt, hétvégi ház, amelyet Limácsás szép laki plébános örökölt édesanyjától, és amikor hallott a ferencesek azon tervére, hogy letelepednek itt Újvidéken, akkor ezt az épületet átadta nekik a Kapisztrán Szent Jánosról elnevezett ferences rendtartomány tagjainak. Később ők a hívek egyre nagyobb tömege miatt úgy döntöttek, hogy ezt a házat átalakítják templommá. 1942 végén a ferencesek már elhatározták, hogy ezt a kis részt, amit kaptak, ki fogják bővíteni, hiszen a hívek nem fértek el. Nagyon szépen jöttek ide ebbe a templomba, kápolnába még abban az időben, hogy imádkozzanak, és a följegyzésekből tudjuk, hogy nagyon sokat imádkoztak a békért. 1943 elején megkezdték a templom meghosszabbítását, azt a részt, amelyen most haladunk keresztül. Ehhez 1943 Krisztus király ünnepére lett kész, és akkor ünnepélyesen föl is szentelték. A templomnak a védője Kapisztrán Szent János, akinek a képét az oltár mögött látjuk. Mihály atya elbeszélése szerint, megjegyzése szerint nagyon hasonlít Krizosztom atyára. Köröztös Imre, Krizosztom atyánk 1909-ben született Pécset vallásos szülőktől. Pécset ismerkedik meg a ferencesekkel. 1925-ben Széchenyben novícius, és 1932-ben szentelik pappá Gyöngyösen a teológia elvégzése után. Papként Széchenyben, Simontornyán, Mohácsot, majd ismét Széchenyben működik, ott szervezi meg a cserkész csapatot, és mint a novíciusok énektanára ismerkedtem meg vele 1934-ben. A tábori lelkészként hívják be, és vonul a magyar hadsereggel a Don vidékére. Ő vezeti vissza az alakulatát egyetlen tisztként, ezért kapja meg a vitézségi érmet, de ekkor szerzi meg a betegséget is. Ekkor hozza Magyarországra, és telepíti le Temerin környékén a bukovinai székeket, a csángókat. Két éven át ő viseli és végzi a lelki gondozásukat, majd később rám bízza ezt a munkát. Bácskában is megszervezi a cserkészetet. 1943. február 2-án rendházfőnökként fölkéri Uzdóci Zadravec püspök urat, hogy szentelje fel a kápolnát és a rendházat. Kovács Kristóf 1914-ben született Jászberényben. Ott a Lehel gimnáziumban érettségizett 1938-ban. Szülei hívő katolikusok voltak. Kristófban korán fölébredt a hivatástudat. Pap akart lenni, ki testével, lelkével szolgálja egyházát és a hívő népet. 1938 nyarán szentelték papát Gyöngyösen. Első misét Jászberényben mutatta be. Azután Gyöngyösön volt lelkész, majd Kassára, Rozsnyóra, Debrecenbe, végül Pécsre helyezték. Újvidékre 1944 nyarán került. Kristófra máig úgy emlékezem, mint aki tudatában volt annak, hogy föl kell áldozni a életét. Nem egyszer mutatta kezét, nézzétek csak, milyen rövid az életvonalam. Nagyon szerette a szüleit, sokat írt haza, a testvéreinek is. Erről talán az öccse, Kovács József többet is tud mondani. Újvidékről még kaptunk két lapot tőle, amiben közölte azt, hogy elég nehéz most már a helyzet, mert a front közeledik, de ő hivatást érez, és ő ezt nem adja föl, tovább marad azokkal a hívekkel, akiket ő az öt rövid ott tartózkodása alatt megismert és együtt lélt. A városban Újvidéken csend van. Egyénike szerint, mikor a katonaság utolsó csoportja és a csendőrség is elment, azt mondta, most már csak szerbek és a becsületes magyarok maradtak itten. Csend van, elmélkedem. Mire valós a nagy félelem?
Miért bántanak azokat, akik ártatlanok, rendesen viselkedtek, és csak szolgálni jöttek? El sem tudom képzelni mindazt, amit beszélnek, amiről regélnek. Minden nap szóltak Krizosztom atyának, hogy menjünk mi is el, mert baj lesz, a szervek bosszút fognak állni. Közben 44. szeptemberében kiment hadik földjére, hadik népére, és a csendőrséggel együtt elköltöztette a csángokat, akik nem akartak elmenni, de tudták, hogy ha visszajönnek az onnan kitelepült szerbek, hát vérfürdőt rendeznek, így nagy nehezen fölhozták őket Dunántúlra. Hárman voltunk ott. A hívek állandóan biztatták Krizosztom atyát, menjen el, mert baj lesz, de ő azt mondta, amíg a templomba jönnek hívek, ő nem megy el. Én valahogy nem hittem abban, hogy ottan vérfürdő lesz, velük maradtam elég könnyelműen, nem nagy áldozatvállalással, szerettem őket nagyon, jó barátok lettünk, voltunk. Kristóf pedig azt mondta, hogy ott marad, mert vértan akar lenni, és 23-án lezártak minden utcát, minden házba bevonultak, csak nem tudta igazolni, hogy vagy szerb, vagy kommunista, azokat az utcára terelték. Mikor összeterelték bennünket, sokáig kellett várni, míg én arra ment egy ismerős, és kértem, hogy szóljon a partizánoknak, hogy Krizosztom atyát, aki egyébként is beteg volt, nagyon sovány, hogy engedjék el. De csak úgy jött volna el, ha mind a hármunkat elengednek. Azt a partizán nem engedte. Kivittek a Mornaricába, tehát a tengerész laktanyába, csak igazoltatásra. Három napon keresztül özönlöttek az emberek, úgyhogy ahogy beszéltük, körülbelül 5000-6000 ember lehetett ottan vidékről, meg Újvidékről összeterelve. 10 óra felé hosszú listával néhányan belépnek. Ránk világítanak, olvasnak nevet, mehetnek haza munkájukat végezni tovább. Keresztes Kristóf is, ahogy ő mondja. Ő lemondóan int, én bízom. Körülbelül 250-300 személy. Mivel későn van, mondják nekik, majd csak reggel mehetnek. Addig a második pavilonban lesznek. Oda vittem Krizosztom atyának a tejet, mert nagyon beteg volt, és nem fogadta el, azt mondja, vége van mindennek, kivégeznek bennünk. Este beszóltak, senki az ablakhoz ne menjen, őket pedig kettesével, hármasával összekötözve föl lehajtották két sor falat álltak a partizánok, szereztek egy harmonikát, zeneszó mellett verték, ütötték őket, 11-ig körülbelül, utána 2-3 teherkocsira rakták és elvitték őket. Varga György, aki szintén velünk volt a Mornaricában, másnap személyesen járt a kettes pavilonban. Nekem bent maradt a táskám, a szerszámom, abba a kettes számú szobába. És mondom annak az őrnek, akik bennünket kísér, az a 10-15 embert, hogy nekem ott van bent a dolgom, azt mondja, nem lehet bemenni. És mondhatok, nem, én nekem azt el kell onnan hozni, azt mondja, ismered, merik az ennó, hogy ne ismerném. Na és akkor, mert nem volt rajta kilincs, én megfogtam vele a kis ujjaimmal, és kicsit felszakítottam az ajtót, és ott előtte volt egy vértócsa. Én nem láttam, hogy kit vertek ott agyon, de a mendemoda szerint az egyik ferences pátert verték ott agyon. A másik kettőt meg kísérték Indiára. Főként Kristi tud barátkozni. Megszerették az emberek.
Fáradhatatlanul járt közöttük. Én nem tudok megfeledkezni a főnökről, egész nap sírás folytogat. Kértem be bort és ostját, hogy hajnalban misézzem. Mikor keresem, Kristóf mondja, odaadta egy betegnek. Talán jobban jó ez így. November 1-e, minden szentek ünnepe. Semmi sem történik, türelmetlen vagyok. Mindenki ígérték, hogy segítenek. Mátiség sem tudnak. Délután 800-an sorba állunk. Köztük mi is, hová lesz az út. Kompon kelünk át, furcsa gondolt, mi lenne, ha beleugranék, vagy csendben lecsúsznék, az ár elsodorna, megmenekülnék. Péter várad, menetülünk az állomás felé, a halottak napja előestén harangzúgás kísér, Kristóf azt mondja, nekünk harangoznak. Állomáson hosszas várakozás, az őrök isznak, nagy sokára visszafelé futás a várba. Mellettünk álló őr kérdezi az időt, 8 óra. Úgynevezett megőrzésre átveszi Kristóf óráját, azt mondja, úgyis elvennék. Kristóf ránéz, azt mondja, úgysem lesz már szükségem rá. A Pétervárodi börtönbe, kazamatákba, egy nagy cellában, 14-en, 20-an, és közben kint hallottunk lövéseket, mindenki azt mondta, hogy valószínűleg a katonákat, csendőröket lövik le, soha nem tudtuk, hogy mi lesz, mi volt az, vagy... Az emberek azután körénk tódultak, és Kristóf másnap reggel mondja, hogy egész éjfélig ő is gyóntatott, én is. Akkor mondta Kristóf, ezért kellett nekünk idejönni, hogy ezeknek az embereknek itt szolgálatra legyünk nehéz napjaiban. Másnap reggel 800-unkat sorbájtottak tovább. Partizánok nagyon tetszettünk, mert szerzetesi ruhában voltunk. Popovi, napréd, előre papok, a társasággal mennünk kell, és mikor a sor végére értünk, észrevették, hogy üresek vagyunk, hát nincs semmi. Csomagunk, nekünk adták a gépfegyvert, hogy hordozzuk. De megmondták, ha lejtjük, lelőnek bennünket. Akkor már nem bírtam, mondom, Kristóf, én ledobom, hagyd lőjenek le. Azt mondja, nem, add ide, viszem én. Az is nem lett volna baj, hanem egy kicsit megvadultak, és elkezdtek ütlegelni bennünket. Közben még a református lelkészt is kihúzták, Buda Józsefet, és 4-en voltunk a sor végén. A többieknek nem volt szabad hátra nézni. Legközelebbi megállóhely körülbelül 2 órára volt, közben elhaladtunk Tekija búcsújárohely mellett is, megálltunk egy kicsit, oda jött hozzám egy partizánka, Maricának nevezték el a hívek, vagy a magyarok, és letépte a rózsafűzéremet, és kérdezte, hogy na, nem segít a Majka Bozsia, Istenanya, nem segít? Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nem, hát érdekel minket is, hát miért... Régi barátom, a Buda József.
Együtt voltam. Mit akarják lefilmezni? Békét és áldást. Köszönjük viszont. Adjon az Úristen. Jó reggelt, kívánok. Drága jó testvérem. Régi fogolytársak, indiai dolgozók lágerből nem találkozunk már velük, vagy szoktak itt találkozni néha? Még aktív voltam, találkoztam is. Hát persze most már ők is idősebbek, általában megbetegszünk ebben a korban. Igen. Nehezen találjuk a találkozási lehetőségeket. Igen. Mert azt hittük 50 évvel ezelőtt, hogy vége az életutunknak. Igen. Hogy Indiával bezáródik minden. Hát aztán nem úgy lett, ahogy az emberek tervezték. Ugye, hogy hívták Kopriort? Krizosztom, köröztös Krizosztom, és a másik volt a Kovács Kristóf, aki útközben meghalt. Mert agyonverték. Hát kaptál bőven te is. Karlócán kezdődött igazán, ugye? Igen. Uh-huh. Az érdekes is volt, Kristóf útközben mondta, hogy látod, mi annyi embert eltemettünk, és mi nem fogjuk kapni a tisztességes temetést. Hát ez ott az emberek ilyen sorsa. Igen. Hát így vagyunk. Így. Nem, de örülök, hogy a családod rendben van. És én is örülök, hogy látom. Még egyszer. Aztán majd kérjük az Urat, hogy szóval őnála találkozzunk. Közös hivatásban, Isten szolgálatban eltöltött élet után valóban rád is szóljon az ígéret, amit Krisztus Urunk mondott. Jöjj, hűséges öreg szolgám, kicsibe hű voltál. Elöndultok bebecsülre. Igen. Nagyra. Menj be, Urad örömébe. Hát kérlek szépen, áldjon az Úr, erősítsen meg, védelmezzen. Te pedig add rám az ároni áldást, amit adtál mindig. Az Isten, az Úr, fordítsa védelmezzen. Fordítsa az ő országát, áldja meg téged ebben békességgel, a te életutod, további életutod. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Karlóci elágazásnál leszámoltak még 240-et. Úgy volt, hogy mi is köztünk vagyunk, Kristóffal. Ránk szólt az egyik partizán. Popovi, Natrág, vissza. Így kerültünk a sor elejére, és ott kihallgattak bennünket. Miért szolgáltuk ki a fasisztákat, mit csináltunk. A újvidéki vérengzések alatt hol voltunk. Kihallgattak bennünket. Kristóf Debrecenben volt, én Gyöngyösön.
és utána bennünket is odaszólították papavé napred, pápuk hátra, és a többieknek megparancsolták, hogy ne nézzenek hátra. Oda jött az egyik partizánka, az asszony nő, és vasveszővel egymás után fejbevert bennünket, Buda Józsefet, a németet, Kristófot, meg engem is kérdezte, van-e zsebkendőm, van, akkor törőd le őket. 2 kilométer után körülbelül megálltunk egy fél óra pihenésre, akkor jött az egyik partizánka és hozott Kristófnak vizet, aztán még én föl, tovább, és ment a menet. Még egy ideig mi vittük a gépfegyvert, nem tudtuk már cipelni, és akkor levették a vállunkról, és kis Levente katonáknak adták, azokat is persze verték a sor szélén haladókat, már azokat is kezdték verni, a civileket is, úgyhogy mindenki megrémült. És futás India felé, Kristóf mindinkább elgyöngült, a vállamra vettem bal kezét, és akkor az utolsó sorja még az volt, hogy szik débújt esze, és elájult, akkor megengedték egy ideig, vittük 4-en, majd jött a cigó, hogy nem még az anyját is ide hívjuk, és akkor jött az egyik katonatiszt, és parancsolt, hogy vigyük az út szélére az egyik szalmak az alá, és intett, hogy menjek el, mert le kell lőni, nem szabad, hogy senkit sem lelőniük, de aki nem jön tovább, azt lelőjük. Hát mondom, nem megyek el, ha őt lelőd, lőj. Engem is rám nézett, aztán intett még 2 embernek, hogy jöjjenek és vigyük. Kivittük az országútra, 10 perc múlva körülbelül jött egy orosz kamion, arra föl kellett dobnunk. Megörültem, hogy megszabadul, ez már csak 2-3 kilométerre látszottak Indiának a tornya látszott, de közben fölugrott az egyik vadalak, cigó volt-e vagy másik, nem láttam pontosan, és azt lelőtte, lehúzta róla a habitust, a ruhát, és India szélén ledobta. Az emberek oda mentek és kérdezték, hogy Drúzsa, mi ez? Azt mondja, a szvínya, disznó, de azt mondja, ember, de hogy azt mondja, valami pop. Szerettem volna megmutatni azt a helyet is, ahol néhány hétig tartózkodtunk Indián. Amikor odaérkeztünk, hogy lefényképezzük, sajnos néhányan az ott lakók közül szerbek összefutottak és megakadályozták, hogy fényképet készítsünk róla. Hát kis kellemetlenségünk is volt a rendőrsége, bár aztán a végén bocsánatot kértek néhány órai föltartóztatás miatt, mikor érdeklődtek, hogy valóban a helyes adatokat adtuk be, utána elnézésüket kérték, és haza tudtunk jönni. Így Indiáról sajnos képet nem tudok mutatni, de szerencsére megmaradt egy levél, mert az újvidékieknek írtam december 2-án. Már nem is olyan rossz kijárni munkára. Az emberek, akikkel megyek, jóságosak hozzám. Nem is bánják, ha kevesebbet végzek, mint ők. Őrök meg már nincsenek velünk. Általában javult már a helyzet. Persze mégis hiányzik a templomom, kolostorom. Vasutasokkal mentem ki helyrehozni, vagy eltávolítani azokat a bombákat, amelyek nem robbantak. És az egyik őr, a Gyorgye, vigyázott ránk. Mivel nem volt ruhám, a mérnök azt mondta, hogy maradjak inkább benne a községben, ott dolgozzam, és követelőzött a Gyorgye, hogy miért, hol van a papdíje, pop jöjjön, az is ne vonja ki magát a munka alól. A társak hiába mondták, hogy a másik csoportban dolgozik, nem, ha nem jön ki, akkor jön be másnap értem. Este abban jöttek haza az emberek, Gyorgye elment halászni, és egy aknára futott rá, és fölrobbant a fölrobbant, és a csónakjába, ugye ott pusztult el a Dunában. Erre még jobban elcsendesedtem, elgondolkozva, vajon mi lehet az Istennek az akarata, hogy életben kell maradnom. Indiai tartózkodásunk egy nagyon szomorú jelenete volt, a svájci
Michael Weidnernek, egy kaputinus testvérnek a halála. Újvidéken csapták hozzánk, két olasz katonával együtt fogták el őt a partizánok. Nagyon jó overallja volt, pulóverja, és azt leszette az egyik partizán, és a rajta lévő SS zubbonyt húzta rá. Ettől kezdve mindenki SS katonának nézte, és ahogy csak lehetett, ütötték, verték. Velünk kellett jönnie Indiára, és ott is állandóan szem előtt volt ugye ebből a SS zubonyával. A régi őrök elmentek, akik oda vezettek bennünket, és az egyik helyi őr, mikor észrevette, meglátta, nagyon megharagudott, elkezdte szidni atyát, anyját, mindenit, mert az ő sógorát, az SS katonát végezték volna ki. Erre, amikor csak alkalom volt, bejött, verte, ütötte. Körülbelül 4 napig tartott szegénykének a szenvedése. A végén már elesett, erre fölugrott ez az őr a székre, és onnan ugrott ő rá, verte, mikor még látták, hogy él, kicipelték a szemétdombra, és ott baltával szétzúzták, és beásták a szemétdombra, hogy arra sem méltatták, hogy egy közös sírba tehessék. December 3-án jönnek, hogy hazamehetünk, kérünk egy kíséretet, nem kértünk, partizán kíséretet, elindultunk haza. Visszautunkon, fogadtársaimmal végigfutottunk egészen Péterváradig, több mint 30 kilométert tettünk meg így, esőben. Egy szerb szénás szekér vett föl, egy szerb nénike mély széna alá bújtatott, még a nagy válkendőt is rám terítette. Így vittek át este a kompon Újvidékre. Tavaszán is voltak még letartóztatások és kivégzések. Márciusban vitték el Lén Mátyást, Újvidéki rendházunk alapítóját, és vele együtt 39 papot, akik a Bácskában szolgáltak. Bebörtönözték, kényszermunkára küldték őket. Április közepén jött egy rendelet, aki nem délvidéki születésű, annak el kell hagynia, vissza kell jönni, ahogy ők mondták, az anyaországba. 1945. május 1-én tettek át a határon minden nélkül. Jöttem át. Elvettek tőlem a határállomáson minden személyes holmimat, fényképemet, leveleimet. Valóban üres táskával érkeztem hozzá.